Jó estét kívánok! Kezdjük a hétfői naphírét Kunce Gáborral, Kovács Zoltánnal és Arató Gergellyel fogunk beszélgetni, és szerintem önök pontosan tudják, hogy miről. Hát igen, különböző videó és hangfelvételek kerültek ki az elmúlt pár napban, és van közülük olyan, amiről még egyáltalán nem beszéltünk itt a naphírében, úgyhogy első körben Borkai Zsolt ügyével kezdünk, és a napkérdése is ide kapcsolódik. Most megmutatom, aztán sokat fogunk sok szempontból beszélgetni ezekről a felvételekről, úgyhogy kíváncsi vagyok, módosul-e a véleménye, de alapvetően azt kérdeztük önöktől, hogy önök szerint vasárnap újra választják-e polgármesternek Győrben Borkai Zsolt. 67%-a azt mondja a nézőinknek, hogy nem, 33%-a mondja most a jelenlegi állás szerint azt, hogy igen. Nézzük meg gyorsan, hogy az elmúlt napokban milyen információk kerültek egy blog kapcsán nyilvánosságra, és akkor utána majd különböző szempontból megvitatjuk ezeket a felvételeket. Folytatása következik, ígérem. Ezzel zárta újabb bejegyzését az Ez az ördög ügyvédje blog szerzője, aki Győr fideszes polgármesteréről először partifotókat tett közzé, amelyeket egy jachton készítettek. Majd olyan kép került ki, amelyen Borkai Zsolt vélhetően ugyanott, szexuális aktus közben látható. Utóbb pedig egy 12 másodperces szex videó került nyilvánosságra, amelyen a szereplők beazonosíthatóak a képek alapján. Szombaton este egy fotót tett ki a családjáról a közösségi oldalára. Kitartunk jóban, rosszban kísérő szöveggel. És egyébként utána hosszabban is már megszólalt Borkai Zsolt, majd ezt is fogjuk idézni, de először önmagában arról, hogy ugye azt már elmondtuk, hogy ez egy teljesen új fejezet a magyar kampányok történetében. Mennyire tartozik ez ránk, szavazókra? Ki mit gondol? Én ennek az egész blog bejegyzés sorozatnak ezen részével nem is foglalkoznék. A családjára tartozik meg rá természetesen, meg persze azokra a választókra, akiket majd ez negatívan fog befolyásolni. De mindenki most ezekről a felvételekről beszél, pedig ott nagyon súlyos állítások hangzanak el, amelyekkel kapcsolatban bizonyítékokat ígér. Hát ugye kokaint kellett állítólag a hölgyeknek magukkal vinniük oda. Ugye külön repülőgéppel ment a polgármester és bérelt jachtot, és egyébként mindezt azért tették, mert táskába vitték a pénzt bankba, és ha már ott voltak, akkor csináltak még egy fuvart is. Na most ez a itt súlyos korrupciós vádak, rágalmak hangzanak el, amelyek egy része az olyan, hogy éppen akár még úgy is történhetett, gondolok az Audi földek eladásának. Igen, de ez az a része, amire nincs bizonyíték. Így van. Ezt vagy bizonyítani fogja a blog szerzője, vagy ez elszáll a semmibe. A másik része a dolognak, hát az lesz olyan, akinek a erkölcsei ezen felhorgadnak, és ezért aztán nem fog rászavazni. Mások azt fogják mondani, hogy az ő magánügye, rendezze a családjával. Itt ezt megjósolhatatlan, de önmagukban az ilyen ügyek Magyarországon nem szoktak választást eldönteni. Igen, van ugye itt egy elég rossz folyamat, ugye itt már látjuk, hogy pro és kontra érkeznek különböző felvételek, eleinte csak Fidesz oldalról érkeztek, volt olyan, amiről ugye nagyon gyorsan kiderült, hogy teljesen kamu, mint a László Imre történet, másokról kiderült, hogy nem, de azért nem egészen úgy van. Ebben az ügyben van azonban egy nagy különbség, és ez az, amit Gábor említett. Emögött az a nagyon komoly kérdés vetődik föl, hogy oké, az magánügy, hogy ki, mit, kivel, az már nem egészen, hogyha ezt pénzért teszi, mint ezt állítják, azért az ott fölvet már akár törvényességi, akár pedig komoly politikai kérdéseket is, de az igazán nagy kérdés az, hogy kivel volt ott, ugye azt állítja a blog szerzője, ugye egy olyan ügyvéddel, aki nem csak a Győr városának, hanem Lázár Jánosnak is az ügyvédje volt, akinek kaszinó konceziói vannak, egy olyan törvény alapján, amit Lázár János nyújtott be stateriális úton 2013-ban, többek között Győrben is, és aki abban a bizonyos földeladási ügyben, ahol egy offshore cég vásárolt meg földeket, majd adott rövidesen tovább vélhetően jelentős haszonnal, és egyébként a város megépített ajándékba egy utat, meg még egy kicsit a saját tulajdonát odaadta, egy ilyen ügyben is érintett. És akkor innen kezdve ez az ügy alapvetően egy korrupciós ügy,
és akkor az sokkal izgalmasabb, mint az eredeti történet. Korrupciós ügy is, tehát én ezeket nem ismétlem meg, mert valóban ezek a korrupt elemek benne vannak. Van egy, ami azért lényeges. Oda van írva a Burkai Zsoltnak a plakátjára, hogy családapa, olimpikon, meg nem tudom micsoda. Na most, ha valaki egy olyan pártnak, vagy pártszövetségnek a jelöltje, amelyik ilyen kiemelten foglalkozik a családokkal, meg a családszeretettel, meg a család fontosságával, ott egy fokozata rosszabbnak találom ezt a helyzetet. Ez pontosan olyan, mint amikor valaki előjön azzal, hogy tiszta piaci versenyt kíván, és ezt ígér, majd az első adandó alkalommal beáll a sorba, és korrupt pályázatokat ad be. Tehát ez ennyiben rosszabb. Tehát nem csak a családjára is tartozik nyilván, meg a választó, de így még jobban tartozik a választópolgára. Én ebben az előbb föl mutatott 66%-os nemben, tehát hogy 66% azt mondja, hogy nem választják újra Burkai Zsoltot, én ezt tudom képzelni, de nem biztos, hogy ezért. Tehát én nem ismerem a győri viszonyokat. Lehet, hogy Burkai Zsoltot már unják. Lehet ennek ezer oka. Ezért önmagában szerintem nem. Valószínű, hogy más is van. És lehet, hogy Burkai Zsoltnak ezt a részét, ezt a oldalát azért sokan ismerik. Hát azért ez nem tudom, mikor történt, mert ez az egész. 2018 májusában mondják, azért az is egy érdekes dolog, hogy amíg pitézni járt ez az ember, mert azt mondja, hogy milyen jó, a családoddal szúrtál ki, mert milyen jó volt vasárnap délelőttönként pitéteni nálad, addig, amíg pitétehetett ő is, addig azért ezzel nem jött elő. Ez most egy másik fordulat, csak annyit akarok hozzátenni, hogy ki tudja, hogy nagy méretekben ez egyszer nem omlik-e össze, egyszer majd nem jut mindenkinek pite. És akkor ezek előjönnek, ezek az emberek. Ez azért ennyiben figyelmeztető jel, nagyobb méretekben, meg nagyobb összefüggésekben, hogyha elfogy, akkor lehet, hogy baj lesz. Hát azért az kétségtelen, hogy a Fidesznek a reakciója azért furcsa, amikor azt mondják, hogy neki semmi közük a magánélethez, mert egyébként a Fidesz, mint párt, nagyon szívesen foglalkozik mások magánéletével, nagyon szívesen tart előadást arról, hogy milyen a normális és a nem normális szexuális élet, hogy ki kivel, milyen családformában éljen együtt, és így tovább. Na és hogyha már valaki veszi magának, egyébként igen rosszul teszi a bátorságot, hogy mások hálószobájában kutakodjon, akkor azért lehet, hogy a saját hálószobájában vagy jachtján rendben vannak a dolgok. Ugye az az érdekes, hogy viszont Burkai Zsolt most délután megszólalt egy helyi médiumnak, és ő még azt is mondja, hogy a politikai teljesítményéhez sincsen ennek semmilyen köze, úgyhogy most tőle idézünk, hogy ő hogyan magyarázza a videókat. A napokban rólam megjelent felvételek több éve készültek, amelyek részben manipuláltak, és részben igen valódiak. Nem vagyok rá büszke, és szeretnék elnézést kérni elsősorban a családomtól. Hibáztam, és megbántam. Az utazásomat nem közpénzből finanszíroztam, és soha nem éltem illegális szerekkel. Törvénysértést nem követtem el. Az egész üggyel kapcsolatban büntetőeljárás megindítását kezdeményezem. Politikai ellenfeleim több éven keresztül mindent elkövettek, hogy adatokat gyűjtsenek rólam, hogy polgármesterként felállítsanak. Módszerük a botlásom párhuzamba állítása a politikai teljesítménnyel, melynek egymáshoz az égvilágon semmi köze nincsen. Számtalanszor bizonyítottam, hogy képes vagyok harcolni. Győr a vezetése maga alatt kimagaslóan teljesített. Erős város lett. Nem adom harc nélkül olyan emberek kezébe, akik képtelenek vezetni. Céljuk, hogy olyan nyomás alatt tartsanak, hogy visszalépjek a polgármester jelöltségtől. Nem lépek vissza. Hát ugye először is elkezdenek megjelenni azok a toposzok, amiket most használ a Fidesz. Tehát látszik, hogy egy központból megfogalmazott szövegről van szó, amit egyébként nem is tudott elmondani fejből, hanem olvasni a kell. Például az, hogy én megbántam, ezt én úgy el tudom mondani valahogy fejből.
Ugye az, hogy nem adom a városomat olyanok kezébe, akik nem tudnak vezetni, nem ismerős a szöveg véletlenül. Hát az alkalmatlan. És az egyes igen. kerületekről, hogy mindenki alkalmat. Ugye manipulált felvétel, és hát ugye évekkel ezelőtt készült manipulált felvétel, az ellenségeim készítették, vagy ellenfeleim készítették. Nem az ellenfél, belső ember készítette a pitést. Nem hiszem, hogy az ellenfeleit meghívta volna arra bizonyos a kirándulásra. Nem valószínű, nem, hogy a képviselőtestület ellenzéke ott állt volna sorban múlón. Tehát ez... és egyébként pedig érdemi kérdésekre nem válaszolok, mint ahogy a Fidesznek nincs ehhez hozzáfűzni valója, mert azt mondja, hogy magánügy. Holott a magánügy része azt legyen magánügy, persze tőlem. De hát van a másik része ennek a dolognak, ami sokkal súlyosabb. Jó, de ugye arra nincsenek bizonyítékok. Tehát, hogy valamiért a blog szerzője azt gondolja, és jól gondolja, hogy látjuk, hogy a figyelmet a szexvideós részekkel lehetett megszerezni. Nem tudjuk, ugye a blogszerzője azt mondja, hogy majd lesznek bizonyítékok. Jönnek a bizonyítékok. Várjuk meg, hogy lesznek-e. Úgyhogy, szóval én erre a részére koncentrálok, ez sokkal érdekesebb. Na most, ami egyébként meg a sikeres voltam, meg jó voltam, fogadjuk el tőle, nem ismerem a viszonyokat, de hát Fideszes város, ugye kormányzati döntésekkel osztják a pénzeket, mert minden egyebet elvettek, tehát nem lehetett sikeres az egészségügyben, az oktatásban, mert ez a szociálpolitika, mert ezeket már elvették. A fejlesztések vannak ott, amelyekről a kormány dönt. Ha sok pénzt adott a kormány Győrnek, akkor sikeres. Ha nem kap sok pénzt, mert nem fideszes polgármester, akkor nem sikeres. Ez ilyen egyszerű. Egyébként csak annyit, hogy hát rossz bőrben van a Borkai, ez kétségtelen, ezt meg is értem. Ő el kell, hogy induljon, de szerintem ő már egy vesztes ember. Tehát őt nem tudnak mit csinálni, kényszerhelyzet van, nem tudják lecserélni egy héttel a választások előtt. Hogy mi lesz a sorsa, azt nem tudjuk, mert ugye a Fidesznél soha nem lehet tudni. Általában nem engedik el az embereik kezét, de ez minthogyha most ez nem biztos, hogy így történne, hogy ez a forgatókönyv jönne elő. Nem, tényleg nem mondott semmit igazából. Eszembe jut az, amikor Dajs Tamás fölállt, volt ez a megfigyelési botrány, és elmondta, hogy ő neki az édesanyját megfigyelték. Azóta is várjuk egyébként, hogy kik és mikor, mi derült ki róla egyáltalán. Talán erre emlékeztek, hogy ő... Hát az anyja neve ott volt a papírok igen. között, és erre alapozta, onnan tudta meg az anyja nevét valószínűleg. Most akkor, hát egy nagyon picit módosultak az arányok, de még mindig döntő többsége a mi nézőinknek azt gondolja, hogy nem fogják újra választani Borkai Zsoltot. Ugye azt már idéztem a Híradó végén, hogy ő nagyon nagy fölénnyel nyert 2010-ben, meg 2014-ben is, mint polgármester, 69, illetve 61%-kal, és pont egy DK-s a kihívója. Glázer Tíme a kihívója, egy kiváló hölgy, DK-s politikus, aki nagyon nagy energiával vetette bele magát meddig is a kampányba, úgyhogy ott van azért valódi kihívó. Hagy tegyek ehhez egy megjegyzést azért az igazság kedvére. Az egyik dolog az, hogy azért nem véletlen, hogy 69%-kal győzött 10-ben, és 62-ben hivatalban lévő polgármesterként is jelentősen gyengébb eredménnyel győzött 2014-ben, úgy, hogy egyébként ott aztán mindenki külön-külön indult, tehát a Búr és a Burkalap is külön polgármester jelöltet állított, tehát magyarán nem volt érdemi kihívó. Tehát azért az ő pozíciója nem annyira erős, mint ezekből a számokból látszik. És azért azt a győriek jó része tudja, hogy Győr nem Borkai idején állt sikeres pályára, hanem már az előtte a szocialista polgármester, Balogh polgármester úr idején került oda az Audi, akkor lett egyetem az egyetem, és még mondhatnám tovább. Szóval magyarul ő azért egy jól fejlődő, jól prosperáló városba ült bele. A videóhoz hagyd egy két rövid megjegyzést. Az egyik dolog az, hogy azt is mondja, hogy nem vett igénybe közpénzt ennél az utazás, hogy ő is elismer, hogy volt utazás, hogy nem vett igénybe közpénzt, hát mert mire nyilván, tehát a hölgyekhez mégse lehetett olyan számlát kérni, amit benyújtott hozzá az önkormányzathoz. Elvesztette közpénz jellegét? Hát már elvesztette közpénz jellegét, mire oda kerültek az a pénz, de hát azért látjuk, hogy kaszinóból, meg telekből, meg innen-onnan indult, hát volt az valaha közpénz. A másik megjegyzés meg azt mondja, hogy a felvételek csak részben hitelesek, azért én kíváncsi vagyok, hogy melyik részben, így deréktől fölfelé, vagy deréktől lefelé. Csak egy mondatot, ez a nem közpénzből, de most ez tényleg ez egy szörnyű dolog, de hogy idáig jut egy ember, egy
alapjában sikeresnek mondható ember, hogy nem közpénzből mentem el jaktozni a csajokkal. Hát szóval azért ez egy nagy zuhanás. Ezt nem lehet olyan könnyen kiheverni. Lehetetlen. Még csak, hogy a győriekhez, meg úgy egyébként mennyi fideszeshez jut el ez a történet. Megnéztem, hogy például a Magyar Nemzet hogy tálalja ezt az ügyet, és írtak róla, mert hogy itt az volt a tipp a reklámot, hogy nem is írtak róla, írtak, de egy olyan szöveggel, hogy bocsánatot kért Bortkai Zsolt azt követően, hogy egy névtelen blogger olyan felvételeket hozott róla nyilvánosságra, amelyeken intim helyzetben látható a győri polgármester. Nem derül ki, hogy milyen helyzet, nem derül ki, hogy itt a drog, a korrupció, a prostituáltakkal való találkozás vágya is ott szerepel. Tehát egy ilyen média környezetben ezt mennyire lehet lefogni? Hát azért, hogyha én győri lennék, és akár jobboldali szavazó, ugye ezt mind a kettőt elég nehézen képzelem el, de főleg az utóbbit. Azért elgondolkoznék, hogy hogyan fog a polgármester, hogyha újra választják, odaállni, egy városi ünnepségen beszédet mondani. Mi fog eszébe jutni róla a választóknak? Hogyan fog odaállni a püspök mellé, ahogy szokta, karácsonykor gyertyát gyújtani? Szóval azért fölmerülnek ezzel kapcsolatban kérdések olyanok, amik a politikai számításon és a politikai teljesítményen túlmutatnak. Na jó, de akkor legyünk igazságosak, ugyanez a kérdés Vitinkov Tamás kapcsán is felmerül. Egy nagy különbséggel, és sok nagy különbséggel. Az egyik az, hogy elmegy egy, nem tudom, valami masszőrszalomba, és ott előre bekamerázzák, és nem tudja, hogy pontosan mi történik vele, és az ellenfelei ezt kihasználják. Ez egy dolog, nincs benne korrupciós szál, és nincs benne semmi egyéb. Nem akarom védeni Vitinkov Tamást, de teljesen... Azért a videó alapján elhinni, hogy ez egy masszőrszalon, franciágyon, hosszas beszélgetés után... Fogalmam sincs, milyen masszőrszalonok vannak. Elfogadom egyébként ezt... Nektek hiteles volt ez az érvelés? Hát én nem néztem meg a videót, kezdjük azon, de úgyhogy majd megbeszéljük adás után, hogy pontosan mi is volt rajta, de... Vitinkov hibázott, ezt el is ismerte, azonnal egyébként kiállt és elismerte, és nem kell tapsolni ettől neki, csak azok a különbségek, amelyekről Kovács Zoltán beszélt, tényleg léteznek, ezt neki előállították ezt a helyzetet a rejtett kamerás felvétellel, nem ő ment bele a szituációba, és egyébként aki a Borkai féle felvételeken azt még láttam, ott látszik, hogy belemosolyog egyet abba, aki csinálja a felvételt éppen. Ugye, és a másik az pedig, hogy tehát külsők csinálták, belsők csinálták a másikat, és hát egyébként pedig az összes többi ebből hiányzik ebből a menetből, a rendszeresség, a nagy pénz, a korrupció, a kokain, ezek mind nincsenek említve ebben az ügyben. De erkölcsi értelemben felmentik? Nem kell felmenteni. Én szerintem nem kell felmenteni, de mondom még egyszer, nagy különbség, hogy előállítom a szituációt, vagy belevisznek, és olyan hülye vagyok, hogy belemegyek. Ez azért különbség. Nem védem én sem Vitinkov Tamást, egyáltalán nem, és a helyzet számára nagyon kellemetlen, pontosan egy héttel ugyanúgy a választások előtt, de hát azért ez egy hatalmas különbség, amiket a két eset között van. Nyilván még lehet, hogy ez befolyásolja itt is a választásokat, nem tudom. Ez attól is függ, ez egy érdekes dolog. Vitinkov Tamást úgy érzem Budaörsön nagyon kedvelik. Az kifejezetten, ugye van ez az ellenállási harc, ami ott megy az I. és Gyula gimnázium, meg az általános iskola, és ez összehozta ezt a népet. Már budaörsi lakosokat. Győrbe ilyenről nem tudok. Győrbe megy a pénz. Volt egyébként, hogyha jobban belegondolunk, egy pillanatra necces volt a dolog, a Questor ügyben is, mert valahogy a város is belenyomott oda a pénzeket, aztán vissza akart kapni. Tehát ott azért egy teljesen más jellegű ügy is volt, ami nyilván nincs kiderítve, hogy mi történt pontosan, mert Magyarországon semmi nem derül ki a legtöbb esetben, de nem az a helyzet a Borkai Zsoltnak a saját választói környezetében, mint Vitinkov Tamás. Én így látom legalábbis. Még egyet tegyünk hozzá, ugye ez Vitinkov Tamásnál sokkal kisebb hitelességi deficitet okoz, mert sem őt, sem egykori pártját nem hallottuk
arról értekezni, hogy hogyan kell erkölcsösen családi életet élni. Ez a nagy különbség, hogy egy konzervatív értékrend, meg egy liberális értékrend? Nem feltétlenül az, hogy egyáltalán egy, nem tudom, hogy ez mennyire konzervatív, liberális kérdés, inkább azt mondom, hogy nem, nincs ott, hogy, tehát hogy sokkal kevésbé kerül ellentétbe egymással a magánéletről akaratlanul, vagy hogy mondjam, szóval rossz ízű módon megtudott dolog, és az, amit az illető képvisel. No, akkor a harmadik felvétel az átkerült a reklám utánra, mert hogy a kispesti videóval folytatjuk, meg a legfrissebb fővárosi mérésekkel. Folytatjuk is a naphírét, és hát az előző részben Kuncze Gábor megszavazta Kovács Zoltánnak a nap mondatát, hogy volt, hogy nem lesz mindig pite? Nem lesz mindig pite. Na, hát lehet, hogy Kispesten is ez történt, hogy valakit kihagytak a pite osztásból, mert hogy nagyon súlyos mondatokkal teli videó hangfelvétel jutott el jobboldali orgánumokhoz, először a Hír TV hozta nyilvánosságra, és hát azóta is egyre több részlet szivárog ki. Az érintettek szerint, hát ahogy Borkai Zsolt is fogalmazott, ez összevágott és manipulált felvétel. Aki viszont elhiszi, az azt mondja, hogy nagyon súlyos dolgok történhetnek Kispesten. Most mutatjuk az ügy lényegét. És az is igaz, az is igaz. A Hír TV egy újabb felvételt tett közé, amelyen állítások szerint a kispesti szocialista képviselő Lakner Csaba arról beszél, hogy egy üzlet után a polgármester Gajda Péternek csak 3 milliót kellett visszaosztani, míg a kerületi vagyonkezelő vezetőjének 12 millió forintot. Gajda Péter üzenetben azzal reagált szerkesztőségünknek, hogy idézem, bizonytalan eredetű, manipulált hangfelvételen, bizonytalan identitású emberek mondanak valamit, hazugság, fake news. Lakner Csaba egyébként egy korábbi Facebook posztban nem tagadta, hogy ő látható és hallható a felvételen, de azt írta, manipulációról és összevágott percmunkáról van szó. A bejegyzést az Index vette észre, ahogyan annak eltávolítását is. A rendőrség megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság vizsgálja a Hír TV felvételének tartalmát. DK-sként az ember milyen gondolatokkal a fejében néz egy ilyen összeállítást? Hát azért várjuk meg a végét. Ugye itt van egy állítás, és van egy határozott cáfolat. A kispesti viszonyokat Gajda Péter ismeri, aki ott polgármester, sokszorosan megválasztott polgármester. Borkai Zsolt esetében azért nem így kezdődött a mondat, hogy várjuk meg a végét. Mert hogy Borkai Zsolt esetében többet és más tudunk. Itt annyit tudunk, hogy van egy képfelvétel, amelyiken látható ez az úr, és van egy hangfelvétel, amelyiken nem tudjuk, hogy ő hallható-e vagy nem. És nem nagyon keveset tudunk sem a körülményekről, sem arról, hogy egyébként valóban ő van-e rajta. Ő nem cáfolta azt, hogy ő van rajta, csak utána levette ezt a hirtelen születet. Ő is azt mondta, hogy szóval ő is valami ilyesmit mondott, hogy összevágott, manipulált felvétel. Mindenki ezt mondja ilyenkor. Nyilván, én azt gondolom, hogy őszintén szóval ebben a történetben én Gajda Péternek hiszek. Tehát azt gondolom, hogy ha ő azt mondja, hogy ez egy hazug felvétel, akkor mindenhozság szerint ez így van. Hát Ibizán az Osztrák Szabadságpárt elnökénél, a Strache felvételénél tényleg alaposabb munkát végeztek azok, akik csinálták. Azért itt is elég sok minden van ezen a képen. Persze, várjuk meg a végét. Én azt nem tudom, hogy azonnal, hogy az, hogy valami manipulált a mai technikai viszonyok között, azt nem tudja, nem lehet megállapítani? Hát, ha valaki akarja, nyilván meg lehet állapítani. Ha valaki akarja, de itt most egy fontos dologról van szó. Mind a két ember egy jelentős figurája a magyar közéletnek. Választások előtt egy héttel legalább valószínűsíteni kéne, hogy mi történt, vagy nem tudom, de valamit kéne csinálni. Mind a ketten azt mondják, hogy manipulált fel. Részben manipulált, ami hát egy önmagában egy önellentmondás, ez részben manipulált. A másik pedig azt mondja, hogy manipulált. Nem lehet itt, nincs itt dolga a bűnüldözésnek. Igen, de először van egy általános tanulsága ennek most már, ugye ez igaz a Wittinghoff történetre, a Karácsony történetre, a Borkai történetre, erre a történetre. A politikus már meg se szólalhat sehol, arra kell gondolnia, hogy fölveszik, rögzítik,
éjszaka kimegy vizelni, egy szót nem szabad szólnia, mert azt is veszik, hát egyszerűen... Állj. Tehát nyugodtan megszólalhat, csak mondjuk ne arról beszéljen, hogy kinek mennyit kell visszaadni. De, tehát ne legyen korrupt, és akkor megszólalhat, nem? De mihelyest megszólal, már lehet összevágni a felvételt. Mert azért a karácsony felvételnél eléggé látszott sok helyen, hogy ugrik egy nagyot a történet, és itt is, de ezzel együtt... Itt is látszik, tehát nem tudjuk, hogy mi az összefüggés. Van, mi itt is látszik, de ezzel együtt is, amit én eddig olvastam erről, meg hallottam, meg láttam, hát mondjuk az a helyzet, hogy nem lennék nyugodt a szereplők nevében, mert ez azért szintén gyanús, és hadd tegyem hozzá rögtön, hogy és miért nincsenek ilyen ügyek például a 13. kerületből Tóth József környékén? Ott nincsenek magnók, nincsenek felvevők, vagy esetleg nincsenek ügyei. Na erre utaltam az előbb, hogy vannak, akik nyugodtan beszélgethetnek, és nem kell félniük a hangfelvételektől. Igen, de persze a megoldás az az egyébként, hogy ne legyenek korruptak természetesen, és ne legyenek ilyen ügyek, de milyen ország az, ahol már mindent rögzítenek, mindent titokban rögzítenek, mindent titokban felvesznek, aztán ügyes kis kezek manipulálják, összevágják, szétvágják, aztán úgy hozzák nyilvánosságra, hogy a választásig már ne legyen annyi idő, hogy kiderüljön, hogy ez most valós dolog volt, vagy pedig egy kitalált dolog volt. Szóval én el vagyok képedve. Igen, de ugye az első kérdésem az volt még a Borkai videó kapcsán, hogy a választónak mennyire van joga tudni erről, az a szexvideós részekre utalt, de ezekrehez is joga van tudni. Ehhez abszolút jó. Ki hány millió, meg Mr. 10% vagy Mr. 40%, de a vádakban ez szerepel. Ahhoz is joga van, hogyha valaki itt állít valamit, akkor tegyen mögé egyrészt egy teljes hangfelvételt, és nem egy vágottat, mert ugye abból azért, ha van egy teljes hangfelvétel, akkor jobban lehet látni, hogy miről van szó. Másrészt pedig hát legalább utaljon arra, hogy milyen körülmények között keletkezett ez a hangfelvétel, mert hogy ezen a módon hitelesíthető, vagy nem hitelesíthető. Meg ugye ez a rész, amit itt be is játszottak, ez a 10%, és akkor a beszélgető partner, és nekem ez már eleve gyanús, a beszélgető partner elkezdi mondani, hogy hát nem is úgy hív, hát de nem. És a végén már rég nem erről van szó, oda nyomja, hát Mr. 40%-nak hívják. Tehát ez meg olyan, mint ez lett volna a feladat. A 20%-ot fölül akarták überelni. Ezt el kell mondani még ezt a 40%-ot. Azt meg végképp nem tudom, hogy mi az az acskó, amit egy kéz tartott. Na most ez viszont nagyon amatőr lenne, hogyha tényleg ezzel akarták volna prezentálni, hogy egyébként közben meg kokainoznak is. Hát ez az a legkevésbé érdekes. Ami fontos, az nem a kokain, hogy mi van az acskóba, hanem az a fontos, hogy tényleg történik-e korrupció. Az is fontos persze, hogy kokainoznak. De az egy annyira furcsa, és sokáig az egész felvétel alatt ott tartanak egy zacskót. Minek? Ez viszont rontja a hitelességét, mert olyan, mint hogyha most akkor mindent megcsinálunk. De hát nem csak tartja, hanem utána elkezdi használni is. Igen, igen. Ettől függetlenül, hát ez egy titkos felvétel, mert az szörnyű. Tehát hogyha Szóval mégiscsak egy megrendezett történetnek hiszem egy részét, a másik részét talán nem, mert ezek a korrupcióra utaló mondatok, ezek Magyarországon, ezek az érdekes, különben az egész országban mindenki tudja, hogy a Fidesz, amelyik osztja a pénzt, a pénzosztóknak visszaosztanak. Na most ez, nem akarom relativizálni a dolgot, de hogyha a Fidesz ezzel jön elő, hát akkor van nála is mit keresgélni, de ebben azért nem hiszem, de hogy hát érdemes. De az ellenzék pont azzal különböztetheti meg magát, hogy hát ők nem olyanok. Hát. És akkor itt ugye az alapelv, hogy aki 100 milliót nem vesz ki az önkormányzati világból, az hülye. Ez is mondja egy roppant lelkes úr, tehát azért én nevel egy kicsit óvatosabb vagyok, hogy itt mennyi a valóság és mennyi a hetvenkedés ebben a történetben. De azért egy dologat szeretnék reagálni, amit a Gábor mond, mert részben persze természetesen legyenek a politikusok tisztességesek, ez igen helyén való. Ne csak részben legyenek. De másik részben, másik részben meg legyenek olyanok a mechanizmusok, én erre akartam csak utalni, hogy ugye akkor tehát hogy úgy lehet elválasztani egymást a nyilvános és a nem nyilvános, hogyha ami meg közérdekű, az meg nyilvános. Tehát azért én
engem az érdekelne ebben a történetben, hogy mondjuk a kispesti folyamatoknál valóban bizonyítható-e az, hogy vannak túlárazott munkák. Azért ezt tudjuk, hogy ennek mi a mechanizmusa a Fidesznél. Vagy csak dumálunk, vagy egyébként meg rá tud mutatni valaki arra, hogy na itt ennél a munkánál, annál a történetnél egy pályázóból sikerült egyet kiválasztani, és mondhatnám tovább ezeket a típusú gyakorlatokat. Vannak-e féláradott lakások, mint az első ötödik kerületben, és így még tudnám folytatni. Mert azért az önkormányzat működése az, ami megmutatja azt, hogy korrupt a rendszer igazából. No, menjünk át a fővárosi ügyekre, a kerületi és a vidéki ügyekről, mert hogy szinte minden nap mutattunk friss közelműkutatási eredményeket, ez így lesz ma is, mert hogy kettő is napvilágot látott, itt egy táblán összefoglaltuk önöknek, csak hogy lássák a különbséget, ami az elmúlt hetekben is folyamatosan látszott. Az iránytű intézet egára mérli Tarlós István és Karácsony Gergely támogatottságát a biztos választók körében, a Nézőpontnál, hát ez korán sem azonos, 53% Tarlós István, Karácsony Gergely mellett 40%, de ez a különbség egyébként a Nézőpont intézetnél volt nagyobb is, volt 18%, és ugye a legkisebb különbséget pedig a múlt héten a Medián mérte 1%-ot, a Publikus 2%-t, és amikor mi erről beszélgettünk, már itt a Naphírében volt, aki azt mondta, hogy hát ugye már nyilván van, aki a piacra dolgozik, és a piac alatt nem csak a politikai pártok piacát nézzük, ő ad a hitelességére, a többiek meg a közleménykutatásokat egyszerűen más célból gyártják, és nem azért, hogy tájékoztassanak. Mi indokolhatja még ezeket a különbségeket? Hát igen, hát ugye egyrészt igen, olyan, mintha a közvéleménykutatók egy része indulna a választásokon, és minél jobb eredményt akar most elérni magának. De akkor valaki nagyot fog bukni, amikor a végén vasárnap hát ugye a Nézőpontnak az a cikke, amelyik ismerteti ezt a fantasztikus eredményt, az azért azt is tartalmazza, hogy persze szoros eredmény várható, mert hát ugye a mozgósítás, meg még egy hét van, vagy két hét a választásokig, tehát előre vetíti, hogy nem lesz ez így, csak én most megmondom, hogy úgy sincs másnak esélye, csak a Tarlósnak, menjetek, szavazatok nyugodtan a Tarlósra, de nála is csökken a különbség. Én egyébként többnyire a Mediánt szoktam elhinni a elmúlt 30 év tapasztalatai alapján, és a Medián az szorosra mérte Tarlós vezetésével, bár ugye hiba határ az persze van, tehát lehet az is ad abszurdum, hogy a Karácsony vezet, meg lehet az is, hogy 3-4% a differencia közöttük, de ez is elég borzasztó, hogy most akkor kinek higgyen az ember. De ekkora fölényt mérni Tarlós Istvánnak, mondjuk, hogy mondjam, jobboldali hátterű cégeknek, az nem kontraproduktív? A kérdésfeltevés. Szerintem ezért van az a teljesen szürreális cikk, én is ezt akartam szóba hozni, hogy én ilyet még nem láttam, pedig sok kutatást olvasok, hogy leírja azt, hogy a Tarlós vezet, én nem tudom, csillió, trilliárd százalékkal, majd utána beírja, hogy amúgy szoros lesz a verseny, mert a Karácsonynak ez fontos. Hát oké, de szóval ez nyilvánvalóan, szerintem ez éppen arról szól, amit említett, hogy ugye korábban azt próbálták sugallni, hogy nem is érdemes Karácsonyra szavazni, mert úgyis a Tarlós nyer, kedves baloldali, stb. Liberális, zöld szavazók, maradjatok otthon, jó, Tarlós Pista így is, úgy is nyer. Most rájöttek arra, hogy ez nem működik, egyébként nem csak azért nem működik, mert kutatások más mutatnak, hanem azért, mert megfigyeltek, Tarlós István elfelejtett kampányolni. Tehát a Karácsony naponta csinál valamit, a Tarlóst meg nem látjuk, akkor most hirtelen váltanak, és megpróbálják felrázni a jobboldali tábort, hogy jaj, vigyázzatok, azt mégsem mondhatják, hogy múlt héten mértünk 10% vagy 15% különbséget, most meg kettő van, akkor azt mondják, hogy hát, ugye most is nagy különbség van, na de majd meglátjátok, hogy mégsem lesz. Kedves jobboldali szavazók, szaladjatok szavazni, mert jön a vörös veszedelem, és nagy baj lesz. Igen, én is így érzem, hogy egy kicsit a jobboldal Tarlóssal az élen túl akar lenni ezen az egészen. Valahogy elspórolták ezt a kampányt, vagy kampánytalanítják ezt a kampányt, mert nem arról, tehát mindenféle hülyeség van, arról beszél például Tarlós István, hogy Karácsony Gergely olyan dolgokkal kampányol, amik egyébként nem fővárosi kompetenciák, hanem országos kompetenciák. Ugyanakkor az egész Fidesz úgy kampányol, hogy Magyarország sokat erősödött, vagy mi a fene. Ők ugyanúgy országos dolgokkal.
Tehát nagyon nehéz is különben helyi dolgokkal kampányolni, azt kell mondanom, mert elszokott tőle az ország. Ma lehetne mondani, hogy a kórházak, ugye erre is azt mondja Tarlós, hogy ez országos kompetencia, de minden esetre van valami összevisszaság abban, amit a Fidesz csinál, és én is így látom, hogy most, mint hogyha egy picit gáz lejárt lenne. Az időnk. Lejárt. Hát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is a figyelmet. Most jön a híradó, aztán a Róna Jegonnal következik az egyenes beszéd. Holnap is lesz napi, tartsanak.